lesz. Sziasztok! Immár a 22. beszélgetéssel jelentkezik a Kisles. Idén nem tudom hanyadik, de ez a 22. pont arra elegendő, hogy éppen le is zárult már az alapszakasz az Erste Ligában, így február elején. Szavasz Tom! Sziasztok! Szavasz Albi! Sziasztok! Sziasz Arvi! Sziasztok! Teljes létszámmal vagyunk. Természetesen kicsit elemezgetjük az alapszakaszt és a PO kvalifikációt a mai beszélgetés során. Reméltük, hogy a nagy egymásra találás csapat és klub és szurkolók között Fehérváron majd kisegíti a csapatot. Hát egy vereség, egy szűk vereség és egy még szűkebb győzelem futotta belőle. A hat pontos meccset ugye elveszítették. Sajnos még mindig elő kell vegyük a Janika interjú következtében előforduló nagy porfelhőt. Női öt nemzet torna kerül megrendezésre, erről is beszélgetünk egy picit. Ácsoportos megmérettetésre készülnek a lányok, mint ahogy a fiúk is, akik pedig, vagy a férfiak egészen pontosan, akik Bolzánóban játszanak felkészülési tornán, tehát ma is érdemes velünk tartani. Bár a beszélgetést vasárnap este vesszük fel, ugye hétfőn este zárul az All-Star Gála szavazás, tehát aki még ezt az adást meghallgatja, mert ha jól emlékszem, talán hatodikát mondtunk, de ha nem, akkor is hatodika, tehát holnap, vagy hétfő, azaz február 6-án éjfélkor lezárjuk az All-Star keretekre, a Kisles All-Star Gálára a szavazást. Szavazzatok meg! Iratkozzatok fel, ha még nem tetted volna! És szabadítsuk fel új helyeket még! Mit csinálunk? Szabadítsunk fel új helyeket időben, még az All-Star Gálára lehessen szavazni, tudod? Olyan, mint a teltház lenne. Aztán hopp, mégiscsak lehet még szavazni a tizedikéig. Mert azt már tudjuk, hogy a 2500-as csarnokban a teltház az 1916. Ja, én nem fogtam most, mi történik, hogy azt hittem annyi feliratkozónk van, hogy valakiket ki kell dobni, hogy mások föl tudjanak iratkozni. Nem férnek már fel a buszra, tudod? Nyugodtan van, még ha iratkozzatok fel. Kezdjük az Erste Ligával. Az Erste Liga alapszakasza lezárult. Így első blikre azt gondolom, hogy meglepetés, de a szezont látva nem, hogy a BE a győzelmével zárult az alapszakasz. Hogy látjátok ezt az egész alapszakaszt így pár szóban, pár gondolattal? Beszéljük már át, hogy mi is ennek a táblázatnak, amit itt most mutatok is nektek, a tanulsága, ennek a szezonnak a tanulsága számunkra. Csak a legközelebb 10 csapat indulásra kell megszervezni. Igen, talán ez az egyik. Hogy nem biztos, hogy mindenki komolyan vette ezt az alapszakaszt. Vagy... Hát legalábbis, aki komolyan vette, az élen végzett. Az jól látható. Hát igen, ugye a tavalyi kiírás döntősei az 5.-6. helyen végeztek. Érdekes alapszakasz volt ez. Amit tudni kell, ugye, hogy az első 6 helyezett automatikusan a rájátszásba jut, és ugye a 7.-10. helyezett pedig playoff kvalifikációs kört játszik. Még az alapszakasz lezárulta előtt kialakult ugye a 7.-10. hely sorrendje. Ennek megfelelően, bocsánat a kifejezését, de le is szarták az alapszakasz végét, gyorsan megtartották már pénteken a kvalifikációs kör választásán. De egy picit... Egyébként bocsánat, én beleszólok, hogy lehetne ezt jobban megrendezni? Az egy-kettő legyen bent, nem tudom, a legjobb 4-be, és akkor a 3-4-5-6 játszon csak, vagy hogy? Hogy lenne jó? Nem amit dolgunk, meg nem itt kellene kifejteni, de... Ne, hát akár még az is jobb. Én megmondom nektek őszintén, hogy én beírtam a mai adásmenetbe egy olyat, hogy beszélgessünk már arról a szurkolókkal, hogy szerintetek egy 10 csapatos bajnokságnak
hogyan lehet az alapszakasznak értelmet adni, hogyan lehet azt elérni, hogy a lehető legkevesebb legyen a tét nélküli mérkőzés. Tehát valamiféle lebonyolítási módot javasoljuk. Négy kiemeltnek kellett volna lenni, nem hatnak, vagy nem tudom. De a négy van, akkor hogy szerzel még oda négyet a maradék hatból? Mit tudom, igen, nem tudom. De így nem volt jó. De jó, károgni könnyű mindig, mert ugyanez a, amit itt említettél, hogy le se zárult még az alapszakasz, és megvolt a választás a kvalifikációs körre, de tehát minden évben kritizáltuk, ami éppen volt. Mondjuk jó, hogy egyik sem volt jó, mert ugye a covidos évben volt az online választás, az nagyon viccesre sikeredett, az a hallunk, nem hallunk, látunk, nem látunk, szociál általános iskolás környezettel, aztán utána volt az, hogy csak a sajtó volt jelen talán. Igen. Szerintem ezzel egyébként nincs nagy baj, hogy most azért, mert így alakul, hogy egy fordulóval a vége előtt az alsó rész kialakult, és most, hogy ott megvolt a választás, szerintem ezzel nincs olyan nagy baj. Igazából azt mondom, hogy ez lenne a legnagyobb baj. Egy csapat választott, tehát ebből egy sajtótájékoztatót kreálni nehéz lett volna, ja, vagy értelmetlen. Nincs is értelme, persze. Viszont talán annyi, hogy a cikkben lehetett volna egy a megtisztelve, vagy nem is megtisztelve, az érintett csapatok szurkolóit nyilván érdekelte volna egy pár kérdés, hogy miért őt választottad, vagy akit választottak, mit szól hozzá, hogy őt választották, vagy mit vár a párharctól, tehát ilyen pár mondod. Ezek majd biztos jönnek még a párharc előtt, csak most lett vége az alapszakasznak, még tudod. Igen. Ez meg már megtörtént. Egyébként meg visszatér a 10 csapatból, szerintem az, hogy akkor 5 kör, és az első 8 megy a PO-ba. Igen, tehát ne legyen ilyen középszakasznak kvalifikáció, meg semmi, hanem... És az 5. kör, annak az otthonában van az 5. meccs, aki a 4 meccs alapján jobb. Igen, csak itt akkor, bocs, hogy károgok, de akkor a 9.-10. hely, mint ahogy nálunk is itt látszik, hogy nagyon lemaradtak időben a Dunai Város és a Feha is, ők az utolsó 20 mérkőzésre már teljesen tét nélkül mennek ki, és csak a saját fejlődésük, meg saját mozgásuk érdekében mennek ki a pályára, tehát az 5 kör ebből a szempontból nem biztos, hogy jó. Oké, de akkor mi nem? Oké, az neki esett az 5 kör. Szerintem egyébként jó ötlet volt. Jó. Egy darabig még elfogadtunk. Köszönöm. Ülj le egyes. Következő. Nem, hogy az nem lehet, hogy az PO-val kezdünk. Tehát olyan bajnokság nincs. Tehát valahogy... Nem lehet, hogy szerzünk még két csapatot. Nem akar jönni senki, hát ugye az elmúlt években volt itt már szlovén, meg szlovén érdeklődés, meg voltak szerbek, meg osztrák csapat is, meg mit tudom én, nem akarnak ide jönni. És most ezt értsétek jól, tehát nem az erdélyi csapatok ellen beszélek, de tőlünk nyugatabbra már Erdély nagyon messze van, tehát busszal elutazni oda, költségben is, időben is nem annyira szerencsés szerintem, és ahogy ugyanúgy egyébként az osztrák bajnokságban sem szeretnek Fehérvárra elutazni a csapatok, mert messze van, és akkor ehhez képest képzeld azt el, hogy még el kell menni innen egy 8-10-12 órás buszúttal mondjuk Csíkszeredába, vagy Brassóba, Gyergyóba. Én nem gondolom, hogy ebben a felállásban ez egy járható út lenne, hogy akár egy szerb, akár egy szlovák csapat mondjuk ide jöjjön. Úgy már inkább, hogyha tudnánk valamiféle kooperációt mondjuk a szlovénekkel csinálni, és ilyen divíziókra osztott bajnokságot, hogy nem folyamatosan kell átutazgatniuk Magyarországra, meg Erdélybe, de játszunk egymással olyan mérkőzéseket, amik beleszámítanak a bajnokságba, hogy az USA-ban is, az NHL-ben úgy van, hogy divízión belül több meccset játszol, a konferencián belül kevesebbet, a ligán belül meg még kevesebbet. Tehát valami ilyesmit el lehetne esetleg indítani, de hát ez... Ne adj ötleteket, várjuk a szurkolóktól. Ők mit, hogy rendeznék? Egyébként, amit mondta, az is, hogy 12 csapat legyen, az arra sincs semmi garancia, hogy az nem, akkor 4 csapat lesz úgy, mint idén adab meg a fe a végén. Tehát avval sem biztos, hogy előrébb vagyunk, ugye a kiegyensúlyozott bajnokság lenne itt a megoldás, és akkor ez 10 csapat is lehetett volna éles, hogyha nincsenek ilyen leszakadások. Hát arra meg a pontrendszer nem jött segítség, nem lett jó. Nem lett jó az alapszakasz, de röviden akarom részemről értékelni. Igen, én remélem, hogy most viszont, hát ha ami hiányérzetünk van, azt majd most bepótolja ez a kvalikör meg a PO. Nekem jónak ígérkezik például ez a
Újpest DAB csata. Ott az alapszakaszban DAB háromszor legyőzte az Újpestet, úgyhogy... A csapatom, emlékezz, mit mondtam, ők már P.O.-ra készülnek. Hajrá, Lilák! De ugyanakkor az Újpest ma ugye tét nélküli meccs volt nekik, és mégis a B.A. épp hogy be tudta húzni az alapszakasz győzelmet ellenük. Úgyhogy izgalmasan alakulnak itt ezek a párharcok majd szerintem. Olyannyira, hogy itt ugye kigyűjtöttük, hogy a UTE-DAB párosítás, ott háromszor a DAB nyert az alapszakaszban. Az elég most is. Az elég most is, mert az továbbjutást ér. Én mondok még egy ötletet. Mi van abban az esetben, hogyha az alapszakasz mérkőzéseit, legyen 4 kör csak, beszámoljuk, és azt mondjuk, hogy az alapszakasz mérkőzései mondjuk a playoff kvalifikációs körben 1-0-ra vezet az, aki az alapszakaszban jobban indította a dolgot. Jobban játszott az alapszakasz. Mi? Az egész alapszakasz. Van értelme az alapszakasznak. Van értelme az alapszakasznak, oda kell figyelni. Hasonló, mint amit a Tom mondott, hogy az ötödik kört annak az otthonában játsszák, aki ugye a 2 vagy a 4 mérkőzés alapján jobb. És ezt azért is mondom, mint gondolat, mert ugye most per pillanat az van, hogy a 3 győzelemig tartó playoff kvalifikációs körnél úgy kezdődik, hogy a 2 első mérkőzést hazai pályán játsza a Debrecen is, és az Újpest is. Csak abban az esetben tudnak hazai pályán playoffot ünnepelni, hogyha 3-2-ig elviszik. Tehát minden szín biztosan idegenben fognak tovább jutni, ha nem viszik 3-2-ig az összecsapást, ami én azt gondolom, hogy persze tudjuk azt, hogy a kevés néző, vagy viszonylag kevés néző, de azért mégiscsak szeretnek a játékosok hazai pályán örülni, és hazai pályán ünnepelni, nem 20 vendégségbe elkísérő szurkoló előtt, hanem mondjuk 4-500 hazai néző előtt ünnepelni. Így most meg lenne az esély, azt mondom, hogy 1-0-ra vezetek, mint Újpest mondjuk, vagy éppen most ebben az esetben a Dunaújváros, 2 mérkőzés alapján, az első 2 hazai meccs már 3-0-val be is húzhatom, és tovább juthatok. Például. Nálam te is leülhetsz a Tom mellé, egyes nekem esélyedbe. Ez nekem tetszik, nem, ez nem szerintem van valahogy. Ez megint az van, hogy még mindig ott tartunk, hogy igen, ha kiélezett a bajnokság, akkor van tétje akár az utolsó fordulóig a meccseknek, de amikor ilyen 10 pontos leszakadások, akkor már... Jó, de nem tud, nincs 10... Most kapásban nézd meg a svájci bajnokságot. Én nincs, nem nincs persze, de, nincs. De ettől függetlenül például a mai, erre akartam kifutatni, hogy a BA Újpest meccs egy tök jó meccs volt. A Debrecen DVTK meccs egy tök jó meccs volt, holott mind a két csapatnak ugye már semmi tétje nem volt egy-egy csapatnak. Hogyne, a DVTK itt lett harmadik. Nekik volt, mondom, egy-egy csapatnak nem volt. Tehát az Újpestnek meg a Debrecennek nem volt semmilyen tétje ezeknek a meccseknek, mégis belerakták és jól játszottak és mentek. Tehát akkor DVTK egy megküzdött az, hogy választhasson a Fradiból vagy a Csíkszeredából. Igen, tehát az eredmény nem tükrözi a... Hogy ő lett hát figyelj, én ezen is elgondolkoztam, ugye azt is megnéztük, hogy ők mit játszottak egymás ellen. Ráadásul ott még az utazás is, bocsánat. A Fradival csak idegenbeli győzelmek, a Szeredát azt hiszem ott talán 3-szor nyertek, de csupa hosszabbításos büntetős meccs, a 4-ből 3. Én ott biztos, hogy azt szerint választanám a Fradit a DVTK helyébe, hogy Pestre utazni azért végig autópálya időben rövidebb, valamint rövidebb a Fradi padja. Tehát ha egy 7 meccses szériát számolsz, akkor ha van sérülés ez az, akkor a Fradi jobban el fog fogyni, mint a végtelen padú. Igen, viszont azt is hozzá kell tenni, és ezt megvallom őszintén, csak a táblázatot néztem meg, és nem másztam bele abba, hogy milyen volt a sorsolása a Fradinak, de a Fradi az utolsó 5 mérkőzés alapján a második a tabellán. Igen, de tényleg nem néztük meg a sorsot, hogy kikre játszottak, vagy mennyire voltak, ugye. Melyik csapatnak mennyire volt tétje azoknak ez az a meccseknek. Ez az utolsó 5 mérkőzés az Erste Ligában, és ez alapján... Álljál rá ott azokra a G betűkre, akikkel játszottak. Deac ellen 5-4, Dab ellen 5-2, kikaptak 5-1-re a BA-tól, 4-2-re nyertek Diós Győrben, és 3-1-re a Feha ellen. Volt jó, az 5-4 az hosszabbításos győzelem volt, de akkor is azt gondolom, hogy
hogy nem rossz ez. Hát a Béa hozta fantasztikusan jó formáját, az utolsó mérkőzésen hosszabbításban nyertek ugye Újpest ellen. A Feha, az, hogy a Deac a Fehát választotta, az azt gondolom, hogy abban semmi meglepő nincsen. Várj, ne kalandozzunk el még ott a máshoz, vagy a DVTK választásától, hogy a Fradiból vagy a Csíkból kit választani, hogy a Csíkszereda is 5-ből 3-at nyert, tehát ők se állnak olyan rosszul. Így van. Itt szerintem megnehezítették a maguk dolgát azzal, hogy ma elérték a harmadik helyet, nem? De akkor nem kell gondolkodni, ami jut, az kész. Negyedikén nem kell gondolkodni. Nem. Szerintem logikus, amit Alvi mondott, hogy inkább Fradit választanék. Igen. Jó, feltételezzük azt, hogy az Újpest és a Deac tovább megy? Nem tudjuk. Egyébként nem, mert a Tomnak lehet igaza. A Tom ilyen Jedi-be így mutogat. És szerintem a Debrecen az szinte egyértelmű. Igen. Vagy ők a favoritok, mondjuk úgy. Az Újpest dab meg 50-50. De nézd meg, a DAB az utolsó 5 mérkőzéséből egyet nyert a legutolsót hosszabbításban. Igaz, hogy az pont Gyergyóban, pontosabban büntetőkkel pont Gyergyóban nyert. Hát és előtte is 4-1-re vezettek a Brassó ellen. A többi is. Ez is igaz. Tehát 4-1-ről sikerült kikapni Brassó. Szeredában 8-3. Az nem volt olyan szűk. Fradi ellen nagyon harmatos teljesítmény nyújtva nyert a Fradi. Mármint, hogy a DAB nyújtott harmatos teljesítményt és simán nyert a Fradi. És hosszabbításban kaptak ki a Gyergyótól hazai pályán, tehát lehet, hogy a Gyergyó majd nem fogja választani a DAB-ot, ha a DAB megy tovább. Á, nem hiszem, hogy a Gyergyó a Szereda-Fradiból választana. Már mondjuk a Szeredára nem kell messze menni, de... Az Újpest tovább jutott, már odaadtuk a Macnak vagy Biacnak. Nem? Ne, hát a... Vagy Újpest... a Deacot adtuk oda? Hát ez egy nagyon jó kérdés, ugye, hogy a... Ha visszatérünk egy pillanatra a tabellára, akkor azért azt érdemes megnézni, hogy... Hát a MAC szerintem a 8-at viszi. Most az mindegy, hogy az Újpest vagy a DAB mind a kettőt megverte 4-szer a bajnokságban elég nagy különbséggel. Újpestet is, meg a Deacot is? Igen. Uh-huh. Akkor dabot, nekik mindegy? Dabot. Ja, dabot. De akkor a BA nem a Deac... Tehát akkor sorrendben kvázi a 8-at fogja választani. Szerintem igen. A Gyergyó, akkor viszi a Deacot szerintetek, vagy inkább elvinné, nem tudom, mondjuk a Brassót? Brassót nem viheti, ugye? Azt nem viheti. Tehát akkor a Csíkszeredát hülye lenne választani. Valamikor meg kell verni őket is előbb-utóbb. Igen, egyébként ez igen. Tehát ott megint az utazás, tudod, hogy Szeredába... Csak át kell utcani, de... Jó, de... De nem, szerintem azért Debrecen. Azt mondod, hogy Debrecen? Az is menedzselhető távolság. Hát figyelj, most ha megnézem, hogy a Gyergyó a Debrecen igen, ellen... Igen, de a Debrecen is... Szerintem ez a Debrecen, ez rohadt veszélyes csapat tud lenni, mert pont, hogy kiszámíthatatlanok, mert ugye ha a Hete elkapja a fonalat, akkor bajba az ellen. Hát otthon kikaptak a Debrecentől 2-3, és nyertek 4-3. Így van. És Debrecenben pedig 5-2 és 3-1 nyertek. Ellenben mondjuk a Csíkszereda ellen, tehát itt 3 győzelem, 1 vereség a Gyergyó mérlege, a Csíkszereda ellen pedig azt mondja, hogy Gyergyó, Csíkszereda hazai pályán 5-2 és 6-3, és Csíkszereda Gyergyó 2-4 és 5-8, tehát 4 relatíve sima győzelem. Na, az alapszakasz Szeredát ne hasonlítsd a PO Szeredához, az nem ugyanaz. Igen, én is azt mondom, hogy emiatt nem választanám a Szeredát hiába. Hát, de ki tudja, Szilasi Zoli mit talált ki. De mondom, a te adszal sem lennék olyan 100%-ig nyugodt. Persze, nem. A Deacnál, meg egyébként úgy, ahogy az egész bajnokságban a légiósok viszik ugye a szekereket, ezt megnéztem, hogy a top 50-ben, a pont szerző listám, top 50-ben idén 15 magyar játékos van, a top 40-ben csak 9, míg tavaly ez 17-13 arányban alakult. Az első 20-ban, meg aztán végképp
tavaly 5, idén pedig 3 játékos van az első 20-ban. Tehát, hogy nem egy elhanyagolható szempont az, hogy milyenek a légiósok. Na most Debrecenben, ha a légiósokat megnézed, akkor ők torony magasan viszik a hajót előre, ha játékra készek. Ha nem, akkor viszont azt látjuk, ami volt például ugye a kupa döntő, vagy a négyes döntőn, végül is szoros mérkőzéseken, de a BIA ellen is, meg az Újpest ellen is alul maradt a Debrecen, és nem jött ki azok a légiósok, akik egyébként húzzák a szekeret, nem voltak teljesen egészségesek, vagy éppen nem is tudtak pályára lépni, tehát nem működött jól a Deac. Tehát a Deacnál egyértelmű, hogy a légiósok azok, akik viszik a prímet, míg mondjuk Gyergyóban azért jó, Bodó és hirtelen akartam Orbán. Fantasztikusan kiemelkedik idén az alapszakaszból, vagy az alapszakasz alapján a góllövő listán, és hát az sem biztos, hogy ott ez sokat számít, mert az egész csapat igazán jól tud működni. Mutatom nektek a góllövő listát, összehasonlítva itt a képernyő jobb oldalán látjátok a tavait, az első 20 pontos, tehát Orbán 63 ponttal, Chris Bodo 57-tel, és Elo 52-vel, valamint Vikila 51 ponttal zárt. Tavaly ugyanez, Kacskov, Bodo, Orbán, Válhárs volt a sorrend, illetve 59 ponttal zárt Stácsis. Ugye, és látszik az, hogy tavaly a Sofron és Bece a sportklubból még pluszba befért az első 20-ba. Idén ők nincsenek az első 20-ban, és ez meg is látszik a sportklub idei teljesítményén. Ráadásul tavaly az első 10-be. Az első 10-ben benne voltak mind a ketten, igen. Hát picit kitekintve a BIA ezt nagyon jól csinálta. Ugye Algi sokat mondta azt így a szezon közben, hogy mennyire jól bekezdtek, mert hogy tudják, hogy rövid a szezon, és hogyha a végén ha veszítenek pontokat, akkor ne legyenek be nagyon nagy bajba. Szerintem ezt persze könnyű, hogy megnyered az alapszakaszt, hogy ez milyen okos vagy, tehát nem hiszem, hogy ez ilyen döntés, hanem tényleg jó formában vannak. Viszont így nagyon megkönnyítették a helyzetüket szerintem, lehet, hogy ezt most én elkiabálom, hogy szinte lehet mondani, hogy benn vannak a négybe, De persze le kell játszani azt a pár meccset, tehát most az újpestiek megint fogják mondani, hogy ércelődünk velük, hogy már kiejtettük őket, de a realitás az, hogy azért a BIA ott lesz. Szerintem nagyon megkönnyített a saját helyzetét ezzel, hogy több csapatból választhat. Uh-huh. És nem olyanok közül kell választani, vagy nem csak olyanok maradtak, mint Fradi Szereda. Mert azért ott izé van. Tehát ezek. Igen, az a harmadik, negyedik hely idén. Hát nem lennék nyugodt. Hát, ja. Persze, tény, hogy ha most bajnok akarsz lenni, vagy döntőt akarsz játszani, akkor tök mindegy, aki szembe jön, meg kell verni, csak nem baj, ha könnyebb az út. Igen. Na mindegy, érdekes mindenképp. Az tény, hogy arról is beszéltünk sokat, hogy csökkent, úgy gondoljuk, így a vagy legalábbis nem nőtt, és akkor szépen fogalmazunk az Erste Ligán a játékának a színvonala. Viszont így, hogy közelik így a rájátszás, így ugyanúgy kezdünk így belelendülni, nem? Vagy így lelkesedni, hogy hú, de jó lesz. Lelkesedünk. Közben hát, ha sikerül szétzilálnom a műsormenetet, nincs kéznél a idényelei power rankingünk? A kisles power ranking? Megnézni az alapszakasz végeredményével, hogy mennyire vagy? Kéznél nincs, de hogyha beszélgetek egy kicsit, akkor megpróbálom előkeríteni, mert ez egy jó felvetés. Biztos, hogy ettől nagyon messze van. Hát tuti, szerintem nincs első négyben állunk a BL, nem? Mi se raktuk első négybe, hogy talán a szövise. Valószínűleg nem, azt egy picit talán meglepetés is, hogy nem a Gyergyó lett az első, mert szerintem őt raktuk mindenképp első helyre, nem? Hát inkább csak az meglepetés, hogy a BL van előtte. Nem az, hogy nem ők az elsők, mert végül is 2 pont. Tehát nem nagy a különbség, csak érdekes, igen, hogy hát a BIA az óriási meglepetés idén tényleg, hogy bekezdtek, és utána végigbírták szuflával, ugyanúgy letolták. És azt sem lehet mondani, ugye egy alapszakasz megnyerni az 36, mert nem véletlen,
nem hosszú az alapszakasz, de 36 meccs, az, azt lehet mondani, hogy egy elég széles spektrum, hogy tehát ennyiből, ha te vagy a felső, akkor... teljesítmény, így van. Igen, azt lehet mondani. Amit én egy pár közben nyertek egy kupát is, bocsánat. Amit én egy párszor mondtam a szezon alatt, hogy mikor BL meccset néztem, úgy éreztem, hogy lassúbb lenne a tempó az ő meccseiken, és azt a kupadöntőn gondoltam át, hogy lehet, hogy nem ők lassították, hanem az ellenfél próbálta mindig őket lassítani, és hol sikerült, hol nem, mert ott nem voltak lassúak. Pocse. Meg azért láttam szezon közben jó meccseiket, ahol tényleg pörgős oda hoki volt. Ráélesedtek a PO-ra. Ó, gyerekek! Nincs meg. De nem utasd meg, nincs meg. Van. Mondd azt, hogy nincs meg. Mindenki jobban jár. Nem, hát ez statisztika volt, tehát ez nem a mi tippünk volt, hanem ezt ugye a nemzetközi ligákban lejátszott... Nem osakodjál, mutasd! Így tippeljen az ember. Na, hogy akkor valami történjen, beszéljetek. Majd nem. Kivágod. Ja, amikor még az All-Star-ról beszéltél, hogy... Hagyd a francba, vedd ki a Győrt az előzőből, az jó. És ezt vág ki. Tegnap volt, nem tudom, figyeltétek el Amerikában az All-Star gála. Nem. És ugye mindig rossz ez a példa. Tehát nagyon nem jó Amerikával példálozni, mert minden működik. De hát olyan szinten, hogy nem, ez nem lehet elmondani. És ugye ez nem egy jó meccs, meg ez... tényleg csak ilyen szórakozás az egész, nem tudom, bármennyi képet láttatok belőle. Ovecskin hozta a kisfiát, nem tudom, négy büntetőt. Ovi Junior, hallod? Ovi Junior. Nagyon nagy. De az egész, ahogy meg van szervezve, és jó, persze itt van lóvé rogyás, igaz, én elhiszem, eleve $1 millió van felajánlva a győztes csapatnak. Persze nem is tudom, hogy ezt felajánlják, nem érdekli, gondolom. Tehát hatalmas a show, és ugye a jégfestés meg van csinálva, és ez megcsinál két nap alatt, és nem tudom, mikor játszik a Florida Panthers otthon, de akkorra meg visszafestik majd, amikre kell, tehát hogy... Hát vagy új jégen fognak játszani. De néztem a felszereléseket is, tehát a srácokon nem csak ez van, komplett szerelés, vadonatúj mindenkin, kesztyű, minden. De még a kapusnak a sisakja is. Tehát egy új festés van csinálva, vagy egy másik sisakát. Érted? És a show műsor, meg Superskin, meg előtte volt egy ilyen show, hogy kimoltak a tengerparton, és szördeszkára kellett lövöldözni, azt láttad azt a jelenet sort? Mm. És hogy a Crosby meg ült, tudod, a legutolsó, hogy lelőd, akkor beesett a vízbe, úgy volt megcsinálni a medencébe, és akkor lenyílt egy ilyen csapóajta, és be a vízbe. Tehát ez is a, nem tudom, hogy a Superskillsbe beleszámolták, vagy valami, de hát lehetne mit tanulni. Tehát tudom, ezt nem lehet átvenni egy az egybe, meg azért ott ezt a 30 csapatból tényleg kiválasztanak játékosokat, és lehetne, gondolom, még 5 hasonló ország megrendezni, ugyanilyen játékosokkal, tudod. Úgyhogy persze azért mondom, hogy nem lehet ezt egy az egybe, de nagyon sok okosságot át lehet onnan tanulni. Jó és nagy élmény. Nem titok, majd a végén megmutatom. Ugye egy közös barátunk, Nagy Miki, kint van ezen a rendezvényen, és küldött egy pár fényképet, vagy kint volt ezen a rendezvényen, és küldött egy pár fényképet, majd az adás végén a színes hírekben megmutatom. Van egy fénykép, ahol a árlista van lefényképezve a büféből, meg a jegyár is le van fényképezve, tehát csak úgy az érdekesség kedvéért majd megmutatom. De hát összességében mivel biztos, hogy egy fantasztikus élmény. Arról nem beszélve, hogy odakint 27 fok van, rövid nadrágban van mindenki, de hát ez mondjuk egy földrajzi adottság, ezzel nem tudunk mit kezdeni. Idén addig azt gondolom, hogy Magyarországon nem nagyon lehet panaszunk a térre, de megtaláltam. Nagy nehezen megtaláltam, íme mutatom. És ugyanúgy egy őr. Nem. Tehát mi azt mondtuk, hogy a Csíkszered a, hát ha nem is torony magasan, de fényévekkel megnyeri az alapszakaszt. Második lesz a Ferencváros, és ez mindez pusztán a játékos keretekből adódó tapasztalat alapján. Harmadik lesz a Gyergyó, de negyedik a DVTK, mi is azt mondtuk, hogy ott lesznek az élen a Brassó, tehát nézd meg ezt a sorrendet, Gyergyó, Brassó,
DVTK, de Gyergyó DVTK Brassó, ezt eltaláltuk, csak ők a második, harmadik, negyedik helyen. Igen. A Fradi ugye megelőzte a Csíkszeredát, hát ugye a hetedik helyen a BAHC, őket nem, a Deac majdnem, a Dapfeha megint szintén stimmel. Hát helyet cserélt a BL Csíkszeredával meg a Fradi. Így van. Tehát... rossz helyen, de olyan nagyon messze nem jártunk, de... ez alapján, közel, de... közel se. Közel se, közel se. Tehát ugye a tavalyi, vagy idei szezon elején a játékos keretekből számolt Kisles Power Ranking, ez ennyit ért. A tavalyi az egy fokkal jobb volt, ott nagyjából eltaláltuk a dolgokat néhány helyen. Kettőtelibe 3-1-jel mellette, nem olyan így van, ez. Így van, így van. Ehhez képest kifejezetten jó volt a tavalyi. Kettőtelibe a két utolsó. De azt mondjuk statisztika nélkül is ment volna. Lehet, lehet. Úgyhogy azt gondolom, hogy az alapszakasz összességében véve azon kívül, hogy a BA megnyerte méghozzá, szerintem rendkívül tetszetős, magabiztos és jó játékkal, ugye a kis csapat, powerekig ide vagy oda, ahogy Bill szokta nyilatkozni, elment egészen az alapszakasz győzelemig, ami tök jó, és azt a részét arra azért egy picit hadd kössek rá, még így maradjunk egy fél mondat erejéig az Erste Ligánál, hogy ugye ez az ellenfél, tehát nekünk nincsen 13 légiósunk, meg nem is tudom, miket szokott nyilatkozni Bill, ugye pont azon a mérkőzésen 7 légiós volt a BA csapatában, és 6 az ellenfél csapatában. Megvan a 13. Összesen, igen, két csapatban összesen, de mindegy, nem is ez a lényeg, tényleg gratulálunk a BA-nak, Marton Tibinek, Billnek, az egész csapatnak, a játékosoknak, és még egy dolgot, itt egy pár perccel ezelőtt felvillantottuk már az alapszakasz pontlistájának a végeredményét. Egy dolgot azért mindenféleképpen érdemes kiemelni, hogy azok közül a magyar játékosok közül, akik befértek az első 20-ban, ugye Bigi és Leki azok, akik folyamatosan ott vannak most már az első 20-ban, sőt az előtte lévő idényben is ott voltak az első 20-ban, 10-ben, és Leki is, Bigi is, és Leki... Most mondjam azt, hogy Slekit a válogatottba? Igen, én ezt délután írtam neked, mikor ezt nézegettük, ezt a táblázatot, hogy ugye Bigi stabil tag, válogatott tag, kb. Ugyanaz a teljesítményük, ugye, ma is ugye kiélezett helyzetekbe is, és Sleki tud már meccseket eldönteni, őlőtte most is a hosszabbításban ma a gólt, és Bigi egy 34 éves játékos, aki már nem fog fejlődni. Én lehet, hogy bevállalnám most, nem feltétlen Bigi helyére, de hogy az ilyen fiatalokat, mint Sleki, igenis legyen ott a válogatottban játszani, és akkor, mikor eléri azt a kort, hogy 28-34 között, akkor lehet, hogy tud olyat mutatni, fejlődik addigra annyit, meg annyi rutint szerez, hogy liftezni tudunk ilyen játékosokkal, vagy többször feljutni, vagy bármi. Ez a liftezés azért ez szerintem még naivitás, de igen, ezzel az a baj, hogy akkor maradjunk ennél a Sleki példánál, hogy ő nem egy harmadik, negyedik soros játékos. Viszont az első két sorban meg még valószínűleg a válogatóba nem fér be. Előtte még szerintem milyen szinten vannak. A harmadik, negyedik sorban ne forgácsoljuk előt. Beszéljük meg most a válogatottat? Nem. Nem. Jó. Majd akkor nekem mindegy, bármikor megbeszélhetjük, csak én ezért gondolom, tehát, aha, hogy a pontszámból kiindulni válogatott szinten ugye nem biztos, hogy lehet szerencsés, valószínűleg több szempontot is néznek. Van abban igazság, amit Albi mond, én nem azt mondom, hogy tök hülyeség, csak pontos Lekivel szerintem ez az egy baj, hogy nagyon tehetséges, talán még neki nincs itt az ideje. Persze ez meg ellentmond annak, hogy itt fiatalokat válogatod. Úgyhogy nem egyszerű ez a történet. Én mindig azt mondom, hogy bízzuk nem is szeretem így a kereteket kritizálni, mert nem is az volt a cél. Majd egyszer én leszek a kapitány, akkor majd eldöntöm. Illetve majd mindig azért a kapusposzton nekem vannak kifogásaim. Na jó, de mondom, akkor most ne most beszéljük meg a válogatottakat. Maradjunk az Ice Ligánál, meg a klubhokinál. Ugye az Ice Ligában
azután, hogy negyedszer sem sikerült a Fehérvárnak megnyerni a Magyar Kupát, de volt egy bizonyos nyilatkozat, ami után ismét összeborult klub, néző és játékos, és azt gondoltam én naívan, személy szerint, hogy egy picit talán ez így feldobja a társaságot, de hát ennek a hétvégének hasonló 6 ponttal kellett volna zárulnia, ehhez képest 2-vel zárul. Hát igen. Kellett volna. A 6 pontos meccs az sajnos elment, és ma a Pusztertája játszottak ott egy büntetős győzelem sikeredet. De most mit mondjunk, a kvalifikációból be kell jutni, ilyen egyszerű. Reméljük, hogy tud valahogy megújulni a csapat, hogy tényleg ez a jön a kvalikör, a PO, az másik bajnokság, más játékstílus, egy kicsit. Én most vélek, hogy ha lesz is PO, akkor itt nem csúnyan kikapunk. Nincs egybe ez a csapat most. Nincs, szerintem nagyon magasan volt a tavalyi léc, és nem látom azt a, nem látom bennük azt az erőt, és ugye ez ma is, ma a mai meccset nem láttam. De a nulla gólon, tehát nulla gólokat lősz, és ugye egy 4-0-ás zakóból jöttünk. Ja, nem volt az Asiag, az 4-0 után, most volt otthon ez a 4-3-as. Igen, és akkor ma megint nulla lőtt gól. Nem jó. Nem meg amit ugye a Kevin is kiemel, hogy el kéne már oda jutni, hogy lövünk gólokat, és nem kapunk, mert ha lövünk, akkor általában kapunk is, vagy ez van, hogy ez a 0-0, vagy 1-4-0, és akkor az valahova, vagy 2-1-es meccsek, tehát igen, nem jön az össze, hogy egyszer egy nagy arányú győzelmünk legyen. Néztük ezt a pénteki meccset, és nagyon jól mentünk az első harmadba, tényleg, ott igazolt a Kevinnek, hogy 3-1-4-1-re kellett volna kb. Fordulni, ami nem garancia, hogy megnyered a meccset, viszont a második és a harmadik harmadban meg szerintem nagyon rosszul játszott a Fehérvár, és nem lehetett más a vége, csak a zakó. És pont olyan gólokat kapunk szerintem, sokat, amit tavaly mi lőttünk, hogy így amikor emlékszem, beszéltünk arról, hogy nem játszottunk igazán jól, de 5-2-re nyertünk. Uh-huh. És nem egy igen. Ilyen meccs volt, sok. És mi kapjuk az ilyen harmad vége előtt 8 másodperc, elkezdődik a harmad 8 másodperc, és gólt kapunk. Meg valahogy. És elcsúszik O'Brien, tehát ezeket most kapjuk, ezeket, igen. Igen, és nem volt, nincs meg az az élesség a csapatban. És nem azt mondom, hogy rosszabbak lettek a játékosok, pont azt hiányzik, hogy a nem olyan... kis átütőerő nincs meg, tehát darálnak, nagy... mennek és csinálják, de nincs meg az a kis átütőerő. Ami... Igen, és nem lövünk gólt, és mondom, szerintem csak az a tehát itt csak így alátámasztásként, bocs, hogy bele szólok, tehát 2 csapat lőtt a Fehérvárnál kevesebb gólt a bajnokságban eddig. Az egyik a Grácz, aki 88, és a 13. Vorarlberg, aki 78 gólt lőtt, a 102-nél még a Pusztertál és az Olimpiai Ljubljana is egyel-egyel többet lőtt. Nézd meg, ellenben, a 104 kapott gólt, nézd meg, 2 csapat kapott kevesebbet. Na jó, csak az első, meg a második. Hogy ugye ez 40, hogy van, 42 meccs ment le. Mm-hmm. Igen. És ez 2,5 gól, és ez kevés. Ez 2,5 gólos lőtt átlag, az, ami kevés. Kapott ugye ha 3-2-re nyersz, az egy ilyen, azt mondtuk, hogy ilyen alibi eredmény. Egy alibi eredmény, de az szerintem a legtöbb jégkorongmeccs kb. 3-2 vagy 4-2-re dől el. Tehát az a legsűrűbb. Vagy ilyen hosszú, meg kéne kérdezni Kevinnek, biztosan ilyen statisztikája. És ha 3 gólt lőnénk meccsenként, akkor most 120 gólod lenne. És nézd meg, hogy aki a 120 gólos, az legalább ott van a 6. helyen. Mindjárt meg is nézem. Hát ez tényleg, ez a játék, ez csak a statisztikáról szól. 120 gól. Hát a 119 gólos Asiago van mögöttünk, egyébként 135, 122, 123, tehát 120 góllal biztos, hogy följebb lennénk. Nem sokkal, mert azért egy-két helyjel, mert itt a Klagenfurt is az egy-két hely az a 6. Ez pont elég lenne egyébként, igen. Picit megnyugtatóbb lenne, sajnos. És ha már elkönyveljük, hogy kvalifikációt kell játszani, akkor kit? De hát jó lenne először is, akkor azért még a Bécset utolérni, hogy választani lehessen, és akkor abból kit? Tehát az első Asiago Grácsból talán a Grácz, de
Itt is itt választás van? Itt is igen. Választás van? Igen. De az meg kicsit mumus nekünk a Grác, nem? De mégis inkább őket. Hát, igen. Nem tudom, hogy az esélyegó. Hát, ha a Bécs ott marad, a Bécs elmar minket, közel vagyunk, mindig elvernek minket. De nem tud. Szerintem nem tud minket választani. Nem, ez most megint olyanról beszélünk, amit nem tudunk. Nem tudjuk, hogy a hetedik választhatja a nyolcadikat. Szerintem se. Talán. De aztán ki tudja. Nézzen itt is az utolsó öt meccset, kíváncsi vagyok. Szerintem Volán ott van az utolsó helyen. Utolsó előtti a Vorarlberg, akit most sikerült legyőznünk. Ennyi. Ennyi a különbség. És mínusz 7 gólla ránc. És nézve a Klagenfurtot. A ellenlábasunkat. Uh-huh. Ott meg plusz 5-ös gólarány, az 12 különbség. De a pontszámot nézd meg, hogy mennyit hozott meg vert ránk. Ja. Hát csak 9. 9. Hát. Tehát, annyi is a különbség. 9 után vannak előttünk. Így van. A számok nem hazudnak. Azok nem. Ezért ennek el a tipmixek is. De, én azt mondom, hogy ezzel sincs baj, mert vagy nem örülünk neki, de nem tragédia. Mert nem az tényleg, öt meccsen hét lőtt gól, nem az kevés. Nem bajnokságban majd döntött játszani, bár úgy lenne. Igen, csak ez most így lassan a másik véglet felé haladunk, az a baj. Igen. Tehát ebben nem nincs baj, hogy nem játszunk, vagy játszik a Volán idén döntőt, de azért, na, ennél egy kicsit akkor is jobbat várunk tőlük. Igen. Ez igaz. Na hajrá, majd meglátjuk. Az a helyzet, hogy azt gondolom naívan, hogy ez még meg lehet, ez a rájátszás, tehát hiába a Hasiago, nem a vesztett pontokban, hanem úgy egyébként tehát a kvalifikációs kört ezt meg lehet nyerni, de, és még azt is mondom, kell. Hogy nem, jó, meg kell, de azt is merem mondani, hogy nem hiszem, hogy az egész szezon az így működik. Mert ugye, ahogy az előbb említettük azt, hogy tavaly a rosszul játszott mérkőzéseken is tudott több gólt lőni a Fehérvár és nyerni. Idén rengeteg olyan mérkőzést láttunk, amikor jobban játszott a Fehérvár az ellenfélnél, mégis kikapott. Vagy szűken éppen csak nyert. Mert egyszerűen nem mennek be a helyzetek. Szerintetek egy egész szezont le lehet így tolni, hogy nem mennek be a helyzetek? Tök jó lenne, egy pici kapcsoló valahol van titokban, ami átkapcsolható. Azt szerintem a szezon elején van, és az vagy ide kapcsol, vagy oda kapcsol, mert a szezon eleje most elment, tavaly nagyon jött az eleje a szezonnak, és az hozott egy marha nagy önbizalmat szerintem. Most nézzük a Klagenfurt elleni meccsen, én pont Terbit vettem ki. Most ő volt az, aki legutóbb, amikor Janika csinálta, rámondtam, hogy önbizalom nélkül játszott, mindent elpasszolt, még mindenhonnan passzolt, nem lőtt. Ezt most a Terbit hozta le a Klagenfurt meccsen. Ugye a helyzetekből is passzolt, annan már lőhetett volna. Kéne egy pszichológus. Láttuk, van ott szerintem. Múltkor volt. Csernus Doki. Ott volt. Csernus Dokit láttuk a lelátón, igen. Tehát. Nem tudom, valami kell ami egy kicsit kimozdítja őket ebből az apátiából, ebből az önbizalom hiányból, mert összességében véve én azt gondolom, hogy az idei keret nem ennyivel gyengébb a tavainál, hanem egyszerűen ennyivel rosszabb formában vagyunk. Egyénileg. Igen. Kicsit gyengébb az idei keret, de az jogos, hogy nem, talán nem ennyivel, mert ha csak tényleg a magyar válogatott játékosoknak a pontjai meglennének, a tavalyi pontszám, akkor itt 5.-6. helyen kéne lenni. Igen, apróságok összeadódva ez a vége, hogy ott vagyunk, ahol. Érdemes egyébként foglalkozzunk egy picit ezzel a nyilatkozattal, illetőleg azzal, hogy Janikának a büntetése, a mértéke és a reakciók, hogy a játékos büntetését, a klub, a szurkolók összedobták. Vagy inkább engedjük ezt el. Én nem értettem, hogy miért voltunk kiakadva, hogy 750.000 forintról beszélünk. Szerintem ez nem egy kifizethetetlen összeg. Én azt gondolom, hogy ez volt az egyszerű megoldás, mert ez csak ki kellett írni neki, meg ki kellett fizetni. Szerintem sokkal jobb lett volna arra figyelni, hogy mind a klub részéről kiadott nyilatkozat az tényleg
tényleg bűnbánó és bocsánat kérő legyen, ne pedig egy ilyen, jó, elismerem, hülyeséget csináltam, de kb. Tartom a véleményem. Szerintem egyébként meg ez a Janika, hogy ő tartja a véleményét. Én és értem, nekem... csak ha én egy profi ligám van, és azt profinak akarom látszatni, akkor nem engedem, mindegyben akkor már az M4-nél nem ment volna ki az interjú se egyébként. Mert jó, de akkor valaki ülött, és figyel erre, de TV szempontból kimehetett, tehát nem volt se káromkodás, semmi. De én a játékvezetői oldalról is vártam volna, mert az is nekem egy ilyen, tehát ezt Fodi mondta, hogy egy kicsit olyan sértődött nyilatkozat volt, ami ma kijött a játékvezetőktől is. Én onnan is vártam volna egy elnézést, kérést azért a sípmutogatásért, meg Itt számomra egy kérdés, hogy miért kell nekünk Magyarországon, magyaroknak mindig mindent, mint a rétes tésztát nyújtani? Bocsánat. Vasárnap történt az eset. Meg lesz a büntetve? Történelmi beidegződés. De figyelj, de vasárnap történt az eset. Beszélerkölcsi szabálysértés. És szombaton jön ki a játékvezetők kommunikációja. Csütörtökön tárgyaljuk. Hát hétfő reggel összehívom a bizottságot, és megbüntetem Janikát, mint a art, és le van tudva, pont. Így átlapozzuk a sztorit, nem? Igen, egyébként... Nem. Én nyújtjuk, meg mint a rétes tésztát, tényleg örökké. Ha egyébként jövő héten azért is nem lesz. Értettem én sem, hogy én azt mondom, hogy én múltkor is amit állítottam. Tehát, hogy én nem azzal értek egyet, amit a Janika mondott, hanem azzal értek egyet, hogy legyen tiszta beszéd. És tehát nem azzal van a... Meg hogy Alvi mondta, hogy ez a negatív reklám nem kell a hokinak. Nem a negatív reklámot szeretem, csak ha ezzel tisztul a sportág, esetleg javul a játékvezetők, nem tudom, teljesítménye, megítélése, stb. Tehát ha ezt a mismásolást utálom. És azt mondom, hogy itt meg elmondta, hülye, nem szabad ilyet mondani, de tudjuk, hogy Janika ki fogja mondani a véleményét. Ha most négy szem közt valamelyikünk oda menne hozzá Janikához, tudja, hogy ugyanazt mondaná. Tuti. Mert valószínűleg tartja a véleményét. Nem azért, még azt nem hiszem, hogy első felindulásában mondta ezt. Tehát erről is beszélünk, hogy esetleg ideges volt. Biztos ideges volt, esetleg tényleg a egész szezon miatt is, nem tudhatjuk, de én azt mondom, hogy én a tiszta beszédet szeretem, és az a büntetés ki 7-50. Azt nem értettem igazából, hogy mit kell ezen összedobálni. Az a szurkolók szívejoga, meg a klub szívejoga eldönteni. Jó, aztán nincs bajom, csak nem teljesen értettem. Ott van egy jó közösség. Tehát egész okay. Ezen... Hogy a jótékonykodás, adakozás, és most nem erre gondolok, hogy emiatt adakoznak, mert szoktak adakozni, hanem ott ez egy család tényleg. Azt én értem, ezzel nincs is baj, meg azzal sincs tényleg szurkol arra költő pénzet, amire akarja. Nekem eszembe nem jutott volna erre fizetni, pedig én is szeretem a Fehérvárt. Tehát, hogy ha nem tudom, na mindegy, szóval nekem ezzel eszembe se jutott volna, megmondom, 2000 euróról beszélünk, vagy egy picit alatta. Én úgy gondolom, hogy nem egy enget-rengető összeg. Na mindegy, úgyhogy szerintem meg ennyi ez a sztori, nincs ebben több, meg várjuk meg, hogy, mert talán arra volt szó ez a játékvezető nyilatkozatról, hogy vizsgálják, illetve talán elküldték nemzetközi. Na de most őszintén, én ezen akadtam ki a leginkább. Azon túlmenőleg, hogy a játékvezetők megtiszteltek minket, szurkolókat, a közvéleményt azzal, hogy egy kommunikét, egy nyilatkozatot kiadtak, ami szerintem ugye arról beszél a nyilatkozat végig, hogy objektív és pártatlan a játékvezetés, és mindig az, és kikérjük magunknak, és mit tudom én, de folyamatosan arról beszélnek, hogy de én meg vagyok sértve. Legyünk objektívek, ha objektívek vagyunk, pont, újbekezdés. Mi a tökömet tud vizsgálni egy külföldi szakember azon, hogy akasztást befújta vagy nem, amiről a Janika beszélt? Az most egy másik történet ebből a szempontból, mert nem ezt az egy mérkőzést hozta fel a Janika, hanem azt mondta, hogy ezt már megszoktuk. Tehát az elmúlt 52-t, amit a Sós Dani fújt a Fehérvárnak az Ebelben. De nem erről ezen az egy mérkőzésen, abban szerintem nem kell szakmailag külföldi segítséghez nyúlni, hogy azok, amiket mi is az előző adásban betettünk a beszélgetésünk alá, azok szabálytalanok voltak. Oda-vissza.
Tehát volt BIS szabálytalanság is, amit nem fújtak le, és volt ugyanúgy fehérvári szabálytalanság is, amit nem fújtak le. Ezen nincs mit vizsgálni. És ezek nem olyan szabálytalanságok, hogy a keménységet hol húzod meg. Ez az nem mérlegelhető dolgok. Igen, így ott van, a lelkövetett dolgok így voltak. És persze, hogy a frusztráció, és lehetséges, hogy amiről beszéltünk szintén az előző adásban, hogy a BIA tempóban, lábban ezt már nem tudta lekövetni, azt a második harmadbeli fehérvári nyomást, több volt egyértelműen, több volt a BIA-s olyan szabálytalanság, ami látványos volt, vagy látványosabb volt a többinél, nem lettek lefújva. Ez egy ehhez nem kell kanadai, vagy svéd, vagy svájci játékvezetőnek lenni. Hát van Magyarországon BL játékvezetőnk többek között, Sós Dániel. Itt, amit írtam napközben, nekem még felmerült az a kérdés, hogy két vezetőbíró van. Tehát, hogy akkor ők azt mondták, hogy ez mehet, mind a kettő, ugye Babics volt a másik talán, mert ő is befújhatta volna ezeket, ha a Sós nem. Valószínű, hogy próbálták engedni, vagy úgy gondolkoztak a meccset, hogy nem akarnak nagyon belenyúlni, vagy hogy engedik, hogy az Ice League egy kicsit keményebb, vagy akkor ne fújjunk szét a meccset. Csak szerintem valahol rossz helyre sikerült behúzni ezt a határt, hogy mit engedünk, mit nem. Csak amit bottal követszel, az nem mérlegelés kérdése. Hát az... Ebből okuljon mindenki, és akkor ugye már ugye a rájátszás az Erste Ligába is, és ott is kíváncsian várjuk, hogy sikerül majd. És tényleg nem szeretnénk ezzel tovább foglalkozni, vagy többet foglalkozni, mert nincs értelme ezt nyújtani. Ez megtörtént? Pont. Különben saját magunktól is elhatárolódunk. Bármikor. Ennyi. Női 5 nemzet torna. Lesz a hétvégén, ezt csak röviden megemlítjük. Ami azért érdekes, mert hogy ugye a hétvégén lesz, és sikerült ezen a héten kijönnie a Magyar Jégkorong Szövetségnek azzal, hogy ja, itt egyébként mellesleg a hétvégén lesz egy viszonylag magas szintű és fontos öt nemzet torna a nők számára, akik ugye szintén az A csoportos VB-re készülnek. Amiről tudni lehet, hogy ugye megjelent a keret, ugye Pat Cortina szövetségkapitány itt lesz, ha minden igaz ezen a mérkőzésen, vagy mérkőzéseken, és hát mindenki, aki csak teheti, menjen el és nézze meg ezt az öt nemzet tornát. Jegyek az Eventim oldalán vásárolhatók. Sorrendben mondom, Szlovákia, Norvégia, Franciaország és Japán lesz a sor. Az ellenfelünk kedden, csütörtökön, szombaton és vasárnap a Tüske csarnokban, úgyhogy aki tudja, menjen, nézze meg, mert valószínűleg online közvetítés az nem lesz. Nem emlékszem pontosan, de a jegyárak csak a hétvégén. A jegyárak elképesek, hanem magyar érdekeltségű, meg ingyenes, ha jól így van, talán ilyen 1500, igen, valahogy így. Csak az a hétvégét mondta, hogy hétvégén van a torna, hát akkor már kedden. Hát igen, ezek kedden már ihatunk. Igen, kedden már ihatunk. Hétvége van, nem dolgozunk. Jó. Kedden kezdődik a hétvége, a főiskolán is ezt mondtuk. Nem? Hétfő a szünnap. Na, de hát hiányoltuk a sok meccses, magas színvonalú tornákat, felkészülési tornákat, itt akkor most kaptunk egyet, szavunk nem lehet. Nem volt egy hatodik csapat. Valami megkössük vele. Ugye egy szurkoló, vagy hallgatónk írta egyszer, hogy mindig probléma ez, vagy felhívta rá figyelmet, hogy az első két meccseket el szoktuk bukni világversenyeken, mire belemelegszünk. Akkor mégiscsak hát... szombat vasárnap kell kimenni erre a tornára. Nem tudom. Én azt gondolom, hogy a csajok megérdemlik a figyelmet, megérdemlik azt, hogy ne egy héttel a torna kezdése előtt legyen kiírva, hogy ja, a csajoknak egy öt nemzet tornát összehoztunk erre a hétre, úgyhogy mindegy, tök jó. Jelképes áron vannak a jegyek, aki teheti, tudja, az menjen ki, nézze meg a mérkőzéseket, bár valószínűleg azoknak, akik most ezt hallgatják, nézik, ez nem is lesz új hír. Még esetleg annyi, hogy ők is megérdemelnék, hogy néha képernyőre kerüljenek itthon. És akkor erről mondanék egy, mondjuk úgy, hogy sem megerősíteni, sem cáfolni, nem tudom a hírt, de
magát megnevezni nem kívánó forrásból arra úgy értesültünk, hogy míg a tavalyi világbajnokságon rendkívül magas árakon küldték a németek, vagy adták a németek, a dánok a világbajnokság közvetítési jogát, idén Kanadában ez másként lesz, és az M4 tervezi műsorra tűzni a női világbajnokság közvetítését. Hivatalos információ nem lévén, ez csak egy remény. Lefújták az utolsó meccset is a tévében. Igen. És Geoblock se volt. Igen, egyébként nem tudom, említettük. Az viszont nektek. Az lesz, abban biztos lehetsz. A múlt héten volt a női All-Star Gála az Egyesült Államokban, és van igen jó szerepet, nem tudom, erről beszéltünk-e. Aláni Mester 3-as, plusz egy legeredményesebb játékos lett, igen. Igen, csak hogy nem ők nyerték a tornát, mert olyan fura három csapatos, de igen, csak jól szerepelt. Gratulálunk, és ő is jön a felkészülési tornára, tehát tényleg menjünk ki, aki látni akarja. Így van. World All-Star válogatottunk is lesz a mérkőzésen. És akkor lépjünk át a magyar férfi felnőtt válogatottra. Ugye most válogatott szünet lesz. A playoff kvalifikáció az Erste Ligában zajlik ez alatt. Ezért többek között a férfi felnőtt válogatottunk Rajna és Hetényi nélkül utazik. Ugye arról volt szó, még novemberben... A szövetség power ranking, és ez volt nem így számolnak, hogy ők ott nem, érdekeltek nem, lesznek. Nem. Novemberben azt nyilatkozta talán Kevin Konstantin is, hogy hát a februári az már VB keretes felkészülés lesz. Ugye Sebők nem tud hazajönni, Galló elméletileg benne van a keretben, mert hogy ha jól emlékszem, Tom, te meg is nézted, hogy a finn bajnokság nem áll le. A meccsük is van. A svédek viszont játszanak. Tehát egy éles VB keret. Én ide tettem magunknak egy zárójelbe tett kérdőjelet mögé. Ebből melyik? Ez éles vagy VB? Vagy egyik? Éles VB. Ki lesz élezve a VB-re? Ja. Jó lesz hát az. Még rossz változási felkészülés is, ott ilyen páros meccsekkel majd azon éles lesz. Igazából rögtön a kapus posztonak adtam el, hogy a 15 meccset nem játszó horvát helyett miért nem Farkas próbáljuk ki a BA-ból, aki torony magasan vezeti a kapus ranglistát, és most már alapszakasz győztes is, meg kupa győztes is, én őt kipróbáltam volna biztos. Aztán örültem Hadobásnak, meg az összes fiatalnak a keretbe. Palus, így van. És akkor a csatároknál ott van Horváth Bálint, a svéd harmadosztályból, ami tök jó, én nagyon gratulálok. Én megmondom őszintén, lehet, hogy egy picit kevesebb Fehérvárit vittem volna magammal ebből a remek formában lévő csapatból. Tehát Ambrus Gergő meghívása oké, egy kis bizalom, meg önbizalom növelés, de én tényleg nem... Semmi bajom egyik játékossal sem, de Vértest és Tervócsot én nem vittem volna el az idei formájuk alatt. Én most Kóger Danit sem. Vértest jó. Kóger Danit sem. Jó? Mm. Mire? Ha jól megy az megy, mint az őrült, de ő úgy, és akkor itt visszakanyarodhatunk Schleckmannra. Hanyadik sorosnak tennéd Vértest? A volánban is harmadik, negyedik sorban nyomja. És? Hát akkor ugyanúgy harmadik. Jól megy az a sor? Nem rosszabb, mint az első kettő. Ez ilyen politikus válasz volt. Most egy kérdés, hogy válaszban négy sort ugyanúgy kell felépíteni, egy klubcsapatban, ahol a fizetés meghatározó, hogy tudsz egy sornyi vagy két sornyi sztárjátékos csinálni. Ha neked van négy sornyi egyforma játékosod, akkor legyen négy sornyi, négy egyforma sorod. De nincsen egyforma, mert nem is lehet. Szerintem nem is lehet. Tehát Kógerben én vitatkoznék veletek, mert Kóger szerintem az a fajta játékos, aki bizony a harmadik, negyedik sor centere. Nem? Tehát inkább, mint Vértest. Tehát most én nem akarom bántani, mondom, semmi bajom Vértest. Hát ő nem egyáltalán a center. Pláne.
De hogy érted, hogy mire akarok kiukadni? Tehát, hogy a harmadik. Én értem, hogy mire akarsz kiukadni, nem is nagyon néztem a keretet egyébként. Tehát most, amit mondtatok neveket, én elhittem volna, hogy akár itt vannak, vagy nincs, mert nem néztem meg, mert nem szeretek ezen a kereteken vitatkozni, és nem is nagyon néztem meg. Nem tudom, szerintem Nátánnal nincs baj. Biztos lehetne találni hibát, de ugye megint előjöhet az, hogy nem tudjuk, hogy ki milyen karakter, és hogy milyen karakterek kellenek a válogatottban. Franz tudja, szerintem... Egyébként ez is érdekes, amit a Tom mondta, hogy ugye mindig mondjuk, hogy kell az első két gólóvősor, egy rombolósor, a negyedik az eredménytartó, de miért? Tehát, Most gondolkoztam, hogy van négy támadósor, miért baj? Mert legyen azért, mind a négy gólszerzősor. De azért, mert akkor minden meccset 10-9-re elveszítünk. Hogy ez mekkora lenne? 7-2-re nyerünk mindent. 7-6-ra? Nem tudom. Szerintem nincs annyi játékosunk sajnos, szerintem nincs annyi első két soros játékosunk, hogy legyen. Ne legyen, tehát hogy nincs annyi szuper játékosunk, hogy legyen négy elsősorunk. Még. Csak türelem. Én ugye többivel egyébként annyira nem is vitatkoznék, ebben se, csak ez fura volt nekem a kapusposzton. Nekem van egyértelmű lett volna, hogy Farkas most ki lesz próbálva. Nem tűnik, hogy hát igen. Úgy tűnik, hogy nem. Ami azért picit furcsa, mert ugye arról beszélgetünk, hogy ugye az A csoportos VB-re 3 kapust, 2 plusz 1 tartalék kapust lehet vinni. Ami jelen pillanatban akkor most hogy néz ki szerintetek? Hát ugye Hetényi és Rajna, és akkor a harmadik számú kapust keressük? Én Mikibe se vagyok idén biztos. Jó, az kell egy csapat is, de 3 már kapott gólátlag fölött van. Erről beszélek. Tehát én nem biztos, hogy Mikit vinném idén. Csak közben gondolkozok, hogy kit vinnék helyette, vagy akkor ki a 3 kapus. Igen. Ne gondolkozz, de kapus poszton a legnehezebb mellé nyúlni a Magyar Válogatott Szövetség kapitányának. Egyébként igen. De... az már... az A csoport. Jó. Akkor ez... jó, ezért nem kapok pénzt, hogy gondolkodok. Nem az én bajom. Ez igaz, nem a mi bajunk. Mi majd csak nézzük. Lesz stream a már fehérvári mérkőzésekről megszokott módon a live.ice.hockey. És kész. Nincs kom, nincs hú, nincs, semmi. Nincs kom, nincs kom. Pontok vannak, több akkor, mint amit mondtál, de semmi gond. 7.5 euró. Így van. Azt nem tudjuk, hogy milyen nyelvű speaker lesz esetleg magyar, vagy jobb-e, ha van, vagy nem. Nem hiszem, hogy lesz magyar. Nem, a Liga TV repertoáriából választanék, ha lehetne. Nem hiszem, hogy lesz magyar. Színes hírek. NHL All-Star Gála, arról már beszéltünk, hogy a hétvégén zajlik. Ugye Miki küldött néhány fényképet, ezt megmutatnám nektek, hogy hát eleve ez az All-Star, tehát NHL All-Star Gála, jégkorong és pálmafák, tehát ez önmagában már szerintem a logó is zseniális. Oxymoron. Igen. Itt a Honda Center és Miki barátunk, ez a logó, nekem nagyon tetszik a logó, tehát semmi köze a jégkoronghoz, úgyhogy nekem nagyon tetszik. Dehogy egy fekete korong. Itt például látszik, hogy egy elég szart csarnokról beszélgetünk. Azt most ne haragudj, mert most menj vissza arra a képre. Melyik erre? Hát nem az Ovecskin van rajta. Melyik? Hát nem úgy néz ki a Mikey, mint az Ovi, bazd meg ezen a képen. Hát nem, azért nem. Nem van foga. Ja, van foga, igen. Hát oda néztem, és az Ovecskin. Így van. Nézd, rövidgatyás idő van. Florida Panthers otthona. És akkor itt látszik egy, nem is tudom, minek nevezem, ez nem étlap vagy itallap, de... Itallap. Itallap. Az jó csó volt a sör a tüskében. Aha. Én innentől kezdve nem szólok semmit. $18. $18 egy large premium beer, a domestic beer az csak 14. Viszont ez 16 oz. Az a csepegtető tálcából kijöntik egy pohárba? Jó, egy centben is sok.
Csendben is sok. És akkor itt van ez a 233 dolláros jegy. Őket is megcsapta a válság rendesen. Igen. 233 dollár. A fia bosszantó a 33 dollár. Igen. Tehát, igen. Hogy a 200 azt mondom, oké, de ugye a fit rádobják, azt az engem szokott bosszantani. A face value? Hát, artra volt 200 dollár. Hát és itt a csarnokhoz a felvezető út. Úgyhogy ennyi képet kaptunk, majd még ígéretünk, vagy ígért nekünk Miki még videókat, ezeket is majd a következő adásra, ha megérkeznek, akkor megmutatjuk. Színes hírek, beszéljünk egy picit, egy nagyon picit a szlovák bajnokságról, ahol ugye Mogyiék jelen pillanatban az Érsekújvár már csak idézőjelbe téve a 6. helyen áll. Lassan kiküzdik magukat a PO. Három pontra van a 8. Poprád, és 2-re a 7. Mihalovce. Ugye mai napon is vereséget szenvedett az Érsekújvár, úgyhogy Mogyiéknak nagyon szurkolunk, mert nem sok mérkőzés van már hátra, és jó lenne, hogyha... Ott 55 meccs az alapszakasz, 55? 55? Hm? Igen? 12 igen. Csapatos bajnokságról beszélünk. 5 kört nyomnak. 5 kört nyomnak. Ja, 5 kört nyomnak. Jó, akkor még van idő. A forma az már kevésbé jó Mogyiéknál. És akkor még tekintsünk ki, ha már erről beszéltünk, a légiósainkra. Ugye jelen pillanatban, mutatom is nektek, mert ilyet is tudunk. De még az is lehet, hogy hülyeséget beszélek, majd kiderül. De tavaly, mintha 55 lett volna. Azt mondod? Mm. Tehát jelen pillanatban a finn bajnokságban az Ilves a 4. helyen áll Sebőkkel. Én nem látok semmit. Mit mutattál? Nem mutattam meg? Éjszaka a Finnországban lement a nap. Kiírta nekem a gép, hogy a megosztás szünetel. Nagyon jó. Nem tudom, hogy miért. De akkor megpróbálom így, másik módon. Hát így. 4. helyen vannak 81 pontot, de ugye fordulónként az 2. és a 4. hely között pozognak. Így van. 3 pont van a 2. és a 4. hely között. A Tapara, a Lahti és az Ilves között, sőt, hát tulajdonképpen még a Kalpát és az Oulut is ide lehet venni, mert 78 és 84, 6 pont van mindösszesen úgy a két csapat között, hogy mondjuk a Taparának 45 lejátszott mérkőzéssel a vesztett pontok tekintetében végre a mai adásban is előhozhatjuk ezt a témát. Pedig nincs olyan nagy formában 4 zakó zsinórba. Igen, de mondjuk van ott két lejátszott meccsek, kevesebb van, úgyhogy ők még mehetnek előre. Jó lesz ez. Érdekes lesz volt ez. Egyébként, hogy nézve 2-0, 2-0-es vereség, 4-2-es vereség és 3-1-es, tehát 2 gólos vereségek zsinórban. Figyelj, megy ez pontrendszer nélkül is, hogy kiegyesül, az legyen a bajnokság. Igen, tehát itt 30 pont van az első és az utolsó között. Nem akkora a differenciál. Viszont lehet, hogy ők játszanak 55 meccset, látod? Hát igen, mert itt... Hazudtam, mert itt 15 csapat van ráadásul, tehát nem fér bele a képernyőbe. Ja. Így. Mindegy. Így már jobb. Havert nem érje. Akkor 56-ot. Na, akármit is. És az SHL-ben a Linköping jelen pillanatban még ugye a playoff kvalifikációs pozícióban a 9. helyen áll, 1 ponttal megelőzve a Röglét, és 2-vel a Lüleát. Itt is azért még van jó pár mérkőzés, és most ugye ők leállnak erre a hétre, és Galó Vilmos is a válogatott rendelkezésére áll. Mára azt gondolom, hogy ennyi, ne húzzuk tovább szegény hallgatók, nézők idegeit. Várjuk. Minden héten. Várjuk a javaslatokat, ötleteket e-mailben, telefonon, postagalambbal, bárhogy, arra, hogy egy 10 csapatos bajnokságnál hogyan rendeznétek ti alapszakaszt, és mit tennétek annak érdekében, hogy az alapszakasz közel-távol a végéig érdekes és érdemleges legyen. Bármi hozzáfűzni való a mai adáshoz? Hajrá, magyarok! Válogatott meccseken, csajok is, fiúk is. Igen. U18. Hajrá, Lilák! Meg az utánpótlás is. Hajrá, Lilák! A te csapatod. Tiéd meg a DAB. Én a DAB-ra fogadok.
Na, vasárnap megbeszéljük. Ja, én arra fogadok, hogy a BI azt akartam mondani, hogy megnyeri a bajnokságot. Arra lehet? Biztos. Nálunk? Nálam lehet? Tud rét. Tipmix oldalon is meg lehet. Fogom nézni a mixen, hogy lehet rájuk most fogadni egy bajnoknak. Szerintem nem lenne nagy meglepetés innentől kezdve, hogy a kis csapat megnyeri a bajnokságot. Meglátjuk. Na, azt még várjuk meg, hogy a Tomit kikeresgeti a telefonon. Addig mondjál valamit, Albi, te is. Kellett. Hajrá, magyarok! Nem úgy, hogy kinyeri a bajnokságot. Valami olyat mondjál, amit érdemes meghallgatni. Miért a BIA nem nyerheti meg? Dehogy nem. Dehogy nem. Dehogy nem, sőt. Mondom, most már szinte az lenne a meglepetés, ha nem nyerni meg. Mondjuk azért kell még meccset, hogy van most 4-be, 2-be. Tehát még 12 meccset majd meg kell nyerni a rájátszásba, legalább. De ők olyan magabiztosabban játszanak, mint a Gyergyónak van esetlegesebb, olyan szeleburdibb a játéka, nem? Ott azért benne van. Az de szépen mondtad, szeleburdibb. Tehát, hogy az észak-déli mozgás az, hogy a káka mondaná. Tehát, hogy simán benne van, hogy kapnak 6 gólt. Igen. Bármelyik pillanatban meg tudják ezt csinálni. Igen, és de az is nagyon érdekes, hogy most így beszélgetünk, ki lesz a bajnok, és ugyanúgy a Fradit meg a Szeredát még csak meg sem említettük. Nem. Közben pedig láthattuk, hogy az utolsó 5 mérkőzés alapján a Fradi a második, egyelőre nincs rá elérhető fogadás. A svéd, finn meg az NHL bajnokra lehet, de tudom, hogy lehet a magyarra is, mondom, most találják ki az occokat. Formában van a DVTK is. Hát ő zseniális mérkőzésen nyert ma 5-1-re Debrecenben. Magyar gólszerzőkkel. Köszönjük a figyelmet, további kellemes időtöltést mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok! Hajrá, magyarok!